Női kézilabda csapatunk játékosát, Szekeres Klárát leginkább így ismerik a szurkolók. Most azonban egy teljesen új szerepkörben mutatjuk meg a Fradi kiváló védő specialistáját. Szeki nemrég elvégzett egy egyéves fodrásziskolát, így már okleveles fodrásznak mondhatja magát, a kedvünkért pedig megmutatta, hogy a labda mellett mit tud az ollóval és a fésűvel. Csapattársa Mészáros Rea pedig szívesen állt a rendelkezésére. De miért éppen a hajvágás művészetére esett kézisünk választása? Már gyerekkoromban is érdekeltek a hajak, meg tényleg itt sokat babráltam mindig a tükör előtt, barátnőknek nagyon sokat fontam a haját. Érdem voltam már akkor, amikor így először így valahogy így jött a gondolat, akkor abba kellett hagyjam az egyetemet, és valamit úgy akartam tanulni, és interneten elkezdtem keresgélni az iskolákat, akkor azt mondták, hogy tényleg úgy érdemes elkezdeni ezt az egészet, hogyha van is időm befejezni, meg tudok annyi időt rászállni, hogy gyakorlatban is legyek. Érdül a Pestre bejárni azért sokkal macerásabb, úgyhogy akkor hagytam. Úgy el is felejtettem elég hosszú időre ezt az egészet. Ahogy ide kerültem a Fradihoz, akkor nem tudtam még, hogy itt hogy vannak az edzések, és aztán tavaly februárban volt egy olyan időszakom, hogy nekem már pedig nem valamit csinálni kell. Hát akkor jött az ötlet, hogy akkor én most el fogok menni ebbe az iskolába, nagyon szimpatikusak voltak, és akkor jött az elhatározás, hogy akkor nekivágok. A sok edzés és mérkőzés ellenére az iskola szerencsére rugalmasan állt Szeki időbeosztásához, így nyugodtan tudott készülni a márciusi vizsgájára. Gyakorlati alapú iskola volt, hetente egyszer kellett kötelezően nekem megjelenni. Sok ilyen gyakorlati órám volt, vittem modelleket, tehát én ilyen nagyon nagy örömmel jártam oda. A vizsga az egy elég hosszú nap volt, mert reggel 7-kor kezdtünk, és 7 vagy 8 feladatunk volt, amit meg kellett csinálni. Tudtuk pontosan előre, hogy mi lesz majd a feladat. Az első két vágásom az nem sikerült annyira jól, és így kicsit irányomta a bélyegét így a napomra. Mert így elkezdtem aggódni, hogy ó, miért van ez? De aztán utána a többi munkám meg tényleg azt mondom, hogy így én is elégedett voltam vele, meg nem volt belőle probléma. A végét az zártuk a kontyokkal, ami nekem így a kedvencem. Játékosunk természetesen szívesen ad tanácsokat a csapattársainak, sőt Háfra Noéminek csinos frizurát varázsolt a szalagavatójára. Ugyanakkor a saját haját egyelőre még másra bízza. Amikor elkezdtem az iskolát, akkor volt egy olyan pont, hogy én gondoltam, hogy majd én le tudom vágni a saját hajamat. És neki is álltam, de hát aztán, amikor megmutattam a tanárnak, akkor mondta, hogy legközelebb ilyet ne csináljak. Úgyhogy tényleg így igyekszem megtalálni mindig azt a helyet, ahol el tudok menni. Ott az iskolában egyébként így egymásnak nagyon sokat segítettünk, tudtunk gyakorolni, úgyhogy ilyen vágásba azért így nem mennék bele most már tényleg magamnak, mert azért nem egyszerű. Reának csak egy kicsit frissítek a haján, a végéből vágok neki pár centit, és marad ez a lefele hosszabbodó haj, és a végén pedig hullámosra szárítom be. Minden évben van valami extra, úgyhogy, de általában így nyár előtt szoktam beújítani, vagy szeptember elején. Lehet, hogy engem is meglepnél egy két dologgal, hogy mit kérsz. Szeki végig nagyon precízen dolgozott, és alig egy óra alatt elkészült Rea új hajával. Maga a szárítás nekem nagyon tetszik. A vágást azt meg, hát ezt majd ő fogja megmondani, mert igazából most ez nem látszódik, hogy ez mennyire pontos vagy nem. Úgyhogy majd ő, hogyha magának fésüli, megkezeli, akkor majd szépen visszajelez nekem, hogy jól vágtam, vagy nem. De vajon Reának tetszett az eredmény? Csillagos ötös. Nagyon, nagyon beletalált. Profi. Köszi azt szépen. Kell, hogy mondjam, nagyon profi. Meséld el, hogy masszírozt. Jó, hát a fejmasszáz az nagyon jó volt, arra máskor is befizetnék. Ha erkölcsre szeretnéd nevelni őket, ha erőt akarsz adni nekik az élethez, ha az egyetértés az, amiben hiszel, akkor támogasd adód 1%-ával az Albert Alapítványt. 1% 1 cél 1000 tehetség.